figyelemfelhívó jelleggel feljelenti a fehér ellenes rasszista tüntetések szervezőit a Mi Hazánk mozgalom, miután a kettős mérce jegyében a rendőrség most nem indított eljárásokat az elvileg tiltott gyülekezések nyomán, míg az Országos Roma Önkormányzat székháza előtti kegyeleti megemlékezésünk miatt 34 embert jelentett fel a rendőrség. A belügyminisztérium a jelek szerint politikai alapon tilt, tűr, támogat például a Trianon felvonulásunkon is megtiltva a politikai beszédeket itt a Szabadság téren, miközben két nappal később ugyanitt eltűrte a deklaráltan a sötétebb őrszínűekért tartott rasszista tüntetéseket. Bár a mi hazánk a legjobban annak örülne, ha mindenki szabadon demonstrálhatna, a kettős mércét semmiképp sem tudjuk elfogadni, ezért kívánunk rávilágítani a tarthatatlan helyzetre. Miközben most lapít az egy hete, még 2006-os brutalitású gyurcsányi oszlatás hiányoló vadai Ágnes, a nácizó Karácsony Gergely és a többi balliberális politikus, akik Orbán Viktorhoz hasonlóan részvételt sem nyilvánítottak a Deáktéri lincseléssel kapcsolatban. Vasárnap több száz ember gyűlt össze Budapesten a téri amerikai nagykövetség előtt megrendezett Black Lives Matter tüntetésen, ahol többek közt egy afroamerikai aktivista is felszólalt, illetve az Index szerint az antifasiszták magyar elnöke, jelentsen ez bárkit is, a rendőrség minden esetre nem indított eljárást senki ellen. Volt egy másik esemény is vasárnap itt, a szabadság téren, több felszólalóval ellentüntetés a deáktéri megmozdulásunkra válaszul. Idézem a magyar nyelvvel is hadilábon álló meghívót. Megemlékezünk a több évtizede és évszázada véget nem érő diszkrimináció és üldöztetéssel megküzdő roma polgártársainkra. Továbbá megemlékezünk a Budapest utcáin masírozó neonácik és gyűlöletkeltő kampányok áldozataira. Tehát a meghirdetett meghívó szerint a Rövidivel masírozó neonáciknak vannak áldozata is, nem például a lincselő hordáknak. A rendőrség ezen a tüntetésen sem indított eljárást senkivel szemben. A korábbiak is azt bizonyították, a rendőrség nem a bűnözőktől a bicskát, hanem a megemlékezőktől a zászlót vette el. A deáktéri lincselésre emlékező békés gyászolókkal szemben indított büntetőeljárást a rendőrség tömegesen, több százezres bírsággal fenyegetve a kegyeleti megemlékezésünk résztvevőit. Elkobozták a Mi Hazánk Újpest feliratú zászlót, a Mi Hazánk ifjaiét, Árpád Sávos és Magyar zászlót is, valamint több táblát törvénytelenül, és az is abszurd, hogy voltak itt a maszk viselése ellenére, a távolságtartás hiánya miatt jelentett fel a rendőrség, noha épp miattuk a Dohány utca részleges lezárása miatt zsúfolodott össze a tömeg, ráadásul a rendőrök nem viseltek maszkot, és ők közvetlenül egymás mellett álltak. A megemlékezők a kressz szabályainak betartásával sétáltak át a Deák ennek ellenére meg... A mi hazánk vezetőit, tagjait és szimpatizánsait a kettős mérce jegyében.